Csetlet botlott, hegyet mászott, és édesen emelgette vékony kis ormányát a Nyíregyházi Állatpark legújabb sztárja, ez az afrikai elefánt bébi. Ez a kis elefánt éjszaka szünetet, és nagyon cuki. Most tolja, próbálja felállítani. A csöpség hajnali fél négykor látott napvilágot az elefántház folyosóján. Erről tanúskodnak az éjjel látó kamerák felvételei is. Édesanyja Kwanza az ormányával kitologatta az újszülöttet a kifutóba, majd lázasan talpra segítette. Az elefánt bébé így néhány óra elteltével már vidáman ismerkedett a nagyvilággal. Mi közelről nem tudtuk megvizsgálni, de úgy néz ki, hogy nőstény. Az állatpark szakemberei egész nap megfigyelték az újszülöttet. Az állatorvos szerint egy kis tehénnel gazdagodott a park, ami 50 kg-os lehet. Árgus szemekkel figyelték azt is, hogy az újdonsült anya hogyan bánik a kicsivel, és a jövevény képes lesz-e önerőből táplálkozni. Ilyenkor az elefánt tehénnek, az anyának nagyon sok dolga van. Egyrészt ugye le kell tisztogatni, fel kell állítani a borjút, folyamatosan biztosítani kell az érdeklődését, mind a lábait, mind az ormányát kicsit kormányozni kell, hogy megtalálja a tőgyet és tudjon szopni. Az elefánt bébi születésével már 4 afrikai elefánt ér Nyíregyházán, mellettük pedig 3 ázsiai is megtekinthető. Magyarországon Nyíregyházán él a legtöbb elefánt, és úgy néz ki, hogy 3 évente most már születik nálunk egy afrikai elefánt mindig. Legutóbb 3 éve született afrikai elefánt Nyíregyházán, ő is ugyanettől a tehéntől. Ez igazi szenzáció, mert míg ázsiai elefánt sok helyen megtekinthető az európai állatkertekben, az afrikai már ritkaságnak számít. Az afrikai elefánt az viszonylag kevés van, és ami a legnagyobb gond, hogy nem nagyon szaporodik fogságban, mert nem megfelelőek a bikák. És hát úgy gondoltuk, hogy mi mindenképpen szeretnénk a kihívásokat, csináljunk egy afrikai elefánt tenyészbázist itt Nyíregyházán, Kelet-Magyarországon, Közép-Kelet-Európában. A szakemberek szombaton sokáig aggódtak, mert a kis elefántot nem látták táplálkozni. Vasárnapra virradó éjszak azonban kiderült, hogy elkezdett szopni, így előre láthatólag nem kell majd mesterségesen táplálni.